De ő megmondta, hogy a fajok közt nincs átmenet, mert nem fog párosodni az egyik faj, a másik nem fog soha párzani. Ha párzik is, akkor nem lesz utód. Most ezt tudni kell, hogy az embereknél itt bukott meg az, hogy ugye minden emberfaj egy törzshöz tartozik, mert tehát hogyha párzik egy néger, egy afrika, tehát egy néger, egy kínaival lesz utód. Tehát egy törzsből lehettünk, mert csak különböző fajok vannak, mint a lónál is, hogy különböző fajok vannak, de egy törzs. Ez igen, de a pintyek vagy bármelyik lepke, vegyük egy páva lepkét, az nem fog soha a mit tudom, milyen másik lepkével tudni párosodni, nem lesz utód, és nem is fog. Tehát a lepke akkor se egyedül van, nem fog a másik fajta lepkével oda menni, nem fog. Nem fog. Ez ugyanúgy, mint a gyümölcsfáknál, vagy bármelyik virágnál, csak az a por tudja pózott megtermékenyíteni. Tehát nincs olyan növény, amiből lett minden növény, és nincs olyan állat, amiből lett volna minden. De különféle tudósok, a mai, tehát Darwin bevallotta, az utolsó mondata ez volt, hogy micsoda teremtményeket teremtett az Isten, mert soha nem találtak olyan zsiráfot, amelynek rövidebb lett volna a nyaka, vagy kisebb, rövidebb lába, tehát olyan csontvázat soha nem találtak, bármelyik fajról, amely bizonyította volna, hogy tehát az átmenet, hogy valamiből kinőtt volna. Ugyanolyan volt, hirtelen megjelent, és hirtelen, ha mai napig mondjuk nem él már, akkor hirtelen elpusztul. Nincs átmeneti csontváz. Ha találtok is mondjuk egy ilyen fajta, most neandervölgyi, azt tudni kell, az ugyanolyan ember volt, csak a görbült háttal született, tehát az nem volt ős ember, de ha találtak egy majom fajtát, az nem azt jelenti, tehát az a csontváz, hogy az ember, hanem az egy majom fajta volt, és az mondjuk, ha nem nincs már köztünk, akkor az kipusztult. Ugyanúgy mai napig az őserdők mennyire írtják, és egyik majom se jön le a fáról, egyik majom se áll föl, és akkor keres máshol élelmet. Minden majom fajta meghal, és ezt tudják a tudósok, és nem egy nap alatt történik az, hogy az őserdőt pusztítják, vagy a vizek mennyire el vannak szennyeződve, egyik hal sem csúszik, mászik ki a partra, hogy más vizeket keressen, vagy krokodil akar lenni, inkább meghal. Környezethez se tudnak alkalmazni, ami másfajta környezethez. Tehát a mostani tudósok a legkülönféle dolgokkal bebizonyították, hogy lehetetlen, meg Darwin be is vallja, csak azt az írását azt el kell rejteni, és akkor a biológia tanár leadja ezt az órán a gyerekeknek a hülyítést, hogy majomból lettél fiam, meg ne is mondjam, hogy miket ad le. És tehát a háttérhatalom babiloni talmud a jelkép, és azt tudni kell babiloni talmudba, hogy a goly, azt a pogányokra mondták régen, de le van írva, hogy ők a pogányokat egy állatként kezelik, 3 évesen meg is lehet erőszakolni, meg lehet ölni bármikor, az Istennek egy áldozat, meg ilyet, tehát ilyen, és ezt be is tartják, most nem is tudom, hogy mondjam, a H1N1-ről nem tudom hány millió embert ki akarnak nyírni, de azt a drágot jó elmondja, és az igaz. Meg a fényeim alapján bebizonyítható, hogy a H1N1-ről mesterségesen előállított, és higanyt kevertek bele, ami stabilizátor, és akkor legyengíti az immunrendszert, és pár év múlva, lehet 10 év múlva, te bármilyen betegségben meghalhatsz. És nem lehet tudni már, hogy mi volt az oka. Az oltásanyag, de mindegy. Erre nem térek ki. Tehát én ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, aki tud németül, aki meg tudja szerezni. De a honlapomon van egy-kettő jó idézet belőle, cionista evolúció. Tehát ezt nézik meg mindenki, mert direkt a keresztényeket annyira utálják, mi utálja a babiloniak, tehát úgy mondom a háttérhatalom, ez a babilon a háttérhatalom, mi utálja a kereszténységet, mert tiltja a kamatszedést, meg hogy ne mondjam, hát Jézus a pénzváltók azokhoz a zsidókhoz bement templomba, és a pénzváltók, ők a bankárok, meg ezek az emberek. Hát mi kell írteni ezt a kereszténységet, ezt az elvet, Jézus tanítását. Ezért, hogy ne tudják vagyontalánál formálni a népet, hogy ne tudjanak uralkodni, mert ez a terv, hogy 2018-ra a pénz segítségével mindent uralnak. De ezt most ebben nem megyek bele, csak ennyit szerettem volna mondani.